Fintech. Egyre többet halljuk ezt a kifejezést a médiában, illetve különböző fórumokon, de mit is jelent ez a gyakorlatban? Az angol financial technology kifejezésnek a rövidítéséről beszélünk, és számtalan olyan pénzügyi, innovatív, kreatív megoldást akar, ami a pénzügyi ágazatnak a különböző területein, bankszektorban, befektetési szektorban, biztosítási szektorban megpróbálja hatékonyabbá, és az a technológia előnyeinek kihasználásával olcsóbbá tenni ezeket a szolgáltatásokat. Hogy áll hatékonyságban a hazai bankszektor? Alapvetően azt látjuk, hogy még bőven van tér a fejlődésben, mint költséghatékonyság, mint versenyképesség terén. Miért fontos ez, hogy a hazai bankszektor versenyképes és költséghatékony legyen? Alapvetően három okot érdemes megemlíteni. Ugye egyik oldalról, ha egy hatékony bankrendszerünk van, akkor az hatékonyan tudja támogatni a fenntartható gazdasági növekedést, segítheti a versenyképesebb gazdaság kialakulását. Emellett egy külső sokk esetén is sokkal rugalmasabban tud reagálni egy hatékony bankrendszer, illetve végül egy hatékony bankrendszer sokkal versenyképesebb árakon tud pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani, úgyhogy ilyen szempontból az ügyfeleknek is fontos ez. Ezért határozta el az MNB, hogy támogatja, közvetlenül ösztönzi a pénzügyi innovációk megjelenését. Felmerül azonban az a felügyeleti dilemma, hogyha egyrészt túl szigorú a felügyelet a pénzügyi innovációkkal szemben, akkor határon túlra költöznek ezek a megoldások és ezek a cégek, az internetet viszont nem tudjuk megállítani a határoknál, viszont ha túl lazák vagyunk, túl kevéssé szabályozzuk ezt a szektort, akkor a súlyos fogyasztóvédelmi kockázatok mellett egy olyan nem fair előnyt is biztosítunk a pénzügyi technológiai cégek számára, ami a jelenlegi pénzügyi szektor tagokkal szemben nem fair. Felmerül a kérdés, hogy az MNB hogy tudja segíteni azt, hogy ezek a innovatív megoldások beépüljenek a pénzügyi rendszerbe. Ezt elősegítendő az MNB 2018 márciusában elindította a régióban gyakorlatilag elsőként az innovációs platformját, az MNB Innovation Hub-ot. Mi is ez az MNB Innovation Hub? Az a fő célja, hogy a bankok, biztosítók, fintech cégek, fintech startupok, azok legyen egy platformja, ahol az információcsere a lehető leghatékonyabban működik, illetve hogyha adott esetben vannak kérdéseik a jogszabályok kapcsán, akkor azt minél gyorsabban meg tudja válaszolni az MNB iránymutatások formájában. Végül természetesen nemzetközi kooperációt is elősegíthet ez a platform. Jogos igény merült fel a piaci szereplők részéről a tekintetben is, hogy támogató szabályozást alakítsunk ki, hogy minél inkább be tudjon épülni a pénzügyi technológia a jelenlegi hazai pénzügyi szektorba. Ezért valósítottuk meg az úgynevezett Regulatory Sandbox koncepciót, ami egy innovációs pénzügyi tesztkörnyezet, olyan, mint ahol a önvezető autókat is tesztelik például, és ebben a keretrendszerben a pénzügyi innovátorok valós, de szűkörű ügyfeleken, előre meghatározott ideig, és bizonyos szabályok alól felmentést kapva tudják tesztelni az innovatív megoldásaikat. Az MNB a régióban elsőként 2018. decemberében be is vezette a Regulatory Sandbox keretrendszert, ezzel számos olyan szabályozó intézkedés alól felmentést adva, ami segíti, hogy ezek a cégek könnyebben el tudjanak indulni az innováció útján.